Kerékpárral ment ma munkába Klaus Johannis államfő. A Környezetvédelmi Minisztérium ma mondj nemet az autódnak kampánya márciusban indult, és arra ösztönzi a közintézmények dolgozóit, hogy a hét utolsó munkanapján választanak valamilyen alternatív közlekedési eszközt. A Környezetvédelmi Minisztérium még márciusban indított kampányt, amellyel a közintézmények dolgozóit arra ösztönzik, hogy a hét utolsó munkanapján mondjanak le az autós közlekedésről, és választanak alternatív közlekedési eszközöket. A zöld péntek alkalmából Klaus Johannis államfő is kerékpárral érkezett meg a kotrocséni palotába. Elmondása szerint a kerékpározás kiváló alternatíva és nagyon egészséges. Próbálják meg otthon hagyni személygépkocsijukat, járjanak gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel. Megéri, mert így csökkentjük városaink szennyezettségét, és az egész város nyugodtabb és kellemesebb lesz. Az államfő annak ellenére használta a kerékpárt, hogy Bukarestet sem került el a rossz idő, így alaposan megázott, míg beért a munkahelyére. Ráadásul szegény biztonsági őrök is kénytelenek voltak a kerékpár nyergébe pattanni, és az elnökkel együtt eltűrni a nyakukba szakadó tavaszi áldást.